A Pécsi Pride-ra közel 3000-en érkeztek az ország különböző pontjairól és külföldről is. Az LMBTQ-s rendezvény több civil szervezet hozta létre. A menet a Kossuth téről indult, az Irgalmasok útján haladva a Szent István tér felé tartott rendőri biztosítás mellett. Közel 1000 rendőr őrizte az eseményt. Több belvárosi utcát lezártak az LMBTQ-s felvonulás biztonságos lebonyolítása érdekében. A résztvevők között többen úgy vélték, kötelességük kiállni a nemi identitásukkal kapcsolatos jogaikért. Ezért vannak most itt az első vidéki rendezvényen, mely végül is békés körülmények között zajlott. Délelőtt a hagyományos értékek mellett tüntetett a pécsi polgári közösség a Széchenyi téren. Több száz hasonló gondolkodású polgárral a családok védelme érdekében tartottak rendezvényt. Nem csak ma, hanem más hasonló rendezvényeken is meg kell mutatnunk, ahogy itt többször elhangzott, a normális emberi viselkedést. És tényleg semmi bajom nekem sem a melegekkel, ha otthon maradnak a négy fal között. Családabba vagyok, jelenleg második és harmadik unokámat várjuk, és szeretném, hogyha az őletik is olyan konzervatív, felvállaltan, az évszázadok által kipróbáltan ember és családbarát körülmények között történhetne meg. A konzervatív értékeket védő rendezvényen Hoppál Péter, a Fidesz pécsi parlamenti képviselője szerint a normalitás mellett kell letenni a voksot. Az első vidéki Pride-ot a pécsiek nem kérték. A családok, a gyerekek mellett pedig ki kell állni, hangsúlyozta Hoppál Péter. Magyarország kiáll a gyermekek védelme mellett, mert a nemzeti konzultációban elmondták az emberek, hogy igenis a családnak, a szülőknek a joga, hogy a gyermekek szexuális felvilágosítását végezzék, és semmiféle NGO-nak, semmiféle LMBTQ propaganda szervezetnek nincs helye az iskolákban és az óvodákban. Erről szól, hogy a családok értékeit védjük meg, a családjainkat védjük meg, mert a természetes közege az emberi életnek az a család, és minden támadás, ami a család ellen irányul, az provokáció, amit elutasítunk. Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke, a pécsi belváros önkormányzati képviselője kiemelte. A pécsiek többsége nem kérte a Pride-ot, békés városban élnek, nincs szükségük provokációra, a felvonulás pedig az. Ilyen háttérrel, hogy műveleti területté nyilvánítják a várost, és vízágyukat kell idehozni ahhoz, hogy megvédjék őket. Én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. A mi rendezvényünk ez a délelőtti, ez a családokért való kiállás nyitott volt, semmilyen provokáció nem volt, nem kellett hozzá vízágyú, meg nem tudom én lezárni a várost, hogy megtartsuk. Ez egy nyilvános rendezvény. Azt gondolom, ez sok mindent elárul a kettő közötti különbségről. Minden esetre köszönöm a pécsieknek, akik eljöttek, azoknak is, akik lélekben voltak velünk, és jelezzük, hogy folytatjuk a küzdelmet a normális Pécsért. A délelőtti polgári családi rendezvényen a beszédek mellett hagyományos értékeket közvetítő népdal, néptánc volt látható. A rockzenész énekes, a pécsi származású Rudán Joe is fellépett.